Ha az ember megkapja az elhívást a mindenható Istentől, és rálép a keskeny útra, akkor fontos hozzászoknia ahhoz, hogy felejteni fog. És már nem lesznek örömei a múltból, sem a jövőből, hogy milyen szép lesz holnap vagy holnap után, hanem Isten jelenlétéből lesznek az örömei. És ez szokatlan a testi embernek. Mert a testi ember, hogyha megszomorodik, akkor elkezd nosztalgiázni, hogy milyen volt a tavaly, meg milyen volt valamikor réges-régen, amikor nyíltak lila orgonák, meg ilyenek. Viszont Isten ezt nem akarja. Ő azt akarja, hogy szokjuk meg, szokjunk hozzá ahhoz, hogy ő állandóan jelen van a mi életünkben. És a mi dolgunk az, hogy mi is jelen legyünk az ő életében. Az ő élete örök. Hogyha én jelen vagyok az ő életében, az én életem is örök. És ezért megadja nekünk azt, a mindenható Isten, hogy felejtsünk. És ezt azért fontos tudni, mert hogyha ő megbíz minket valamivel, akkor ő most bíz meg valamivel. Persze van olyan, hogy az ember Isten felkészíti az ő gyermekét egy olyan elhívásra, amit a jövőben fog megtenni, amihez fel kell valamennyire készülnie az ő elméjének is, hogy ne rontsa el a dolgokat. Hát az elme az hajlamos beleszólni Isten munkájába. Viszont azt akarja mindenható Isten, hogy az ő gyermeke folyton jelen legyen, az ő jelenlétében legyen, ne a múltból táplálkozzon, ne a jövőből, mert a mindenható Isten, ő állandóan jelen van. Hát akkor én miért ne lennék jelen az ő jelenlétében, annál is inkább, hogy ő maga az élet. Mert hogyha a múltból él az ember, a múltból kapja az örömököt, ami már nincs, a múlt az elmúlt, tehát halott, akkor azt jelenti, hogy az ő örömének a forrása a halál, tehát halott dolgok, halott emlékek. Vagy hogyha a jövőből táplálkozik az ember, akkor is a halálból, akkor is halált eszik, halálból táplálkozik, mert a jövő az még nincs, tehát az is halott. És ezért akar a mindenható Isten minket megtanítani arra, hogy mi az ő jelen létéből táplálkozzunk. Az ő jelenlétéből, az ő jelenéből táplálkozzunk. Ez nem feltétlenül jelen idő, hanem jelen lét. A jelen, amikor a jelenről beszélek, akkor nem feltétlenül az időről beszélek, mert Istennél nincs idő. Nincs idő, nincsen múlt, jelen és jövő Istennél. Ő az örökké valóságban van már most, hanem sokkal inkább úgy beszélek, mint amikor a rádió készülék be van hangolva, akkor rajta van a jelen. Azon a jelen, amit sugároz a rádió állomás. Így hát Istennek a gyermeke, hogyha szereti az ő atyának a jelenlétét, és vágyik az ő atya jelenlétére, akkor ő is jelen van. Tehát nem offline, hanem online, és be van hangolva, az ő szíve be van hangolva. Erre mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen imádkozzunk, hogy kísértetben essünk. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test megpróbál mindig megtenni mindent annak érdekében, hogy kizökkentse a lelket, a mi lelkünket Isten jelenlétéből. Viszont azáltal, hogy kizökkenti Isten jelenlétéből a mi lelkünket, a test azáltal önmaga ellen is dolgozik. Ugyanis a lélektől kapja ő is az erőt. Tehát az én testem nem a fizikai eledelből él, nem abból táplálkozik, hanem Isten jelenlétéből. Ezért Isten megmutatta azt, hogy az ő szentjei egyeseknek megadta azt, hogy étel nélkül, fizikai táplálék nélkül léteztek sokáig, vagy pedig kevés táplálékkal. Ezáltal is felhívja a figyelmet arra, hogy nem az a lényeg. Ő tudja táplálni az ő gyermekeit étel nélkül is, fizikai étel, fizikai táplálék nélkül is. Szóval az én testemnek is érdeke az, hogy az én lelkem, vagyis én a lélek, mert én a lélek vagyok, én nem test vagyok, nekem van testem, de én a lélek vagyok. Az atyám fia, atyámnak a kis lelke, a kicsi lelke, gyermeke. Lelkem, gyermekem, ugye.
Tehát a testemnek is érdeke, hogy a lelkem jelen legyen, mert hogyha ő jelen van, én, a lélek, hogyha jelen vagyok atyámban, és atyám jelen van én bennem, akkor van nekem táplálékom. Én a testemet tudom éltetni. Ha szükségem van a testre, a testemet tudom éltetni. De hogyha én a testem után megyek, a testem akaratát teljesítem, akkor én teljesen kizökkenek atyám jelenlétéből. Tehát megtörténik az, hogy a lélek elszakad az Isten lelkétől, a Szent Lélektől. És idővel, mint ahogy tapasztaljuk, a fizikai test felemészi a lelket, tehát valósággal megeszi a lelket. A test, a fizikai test nem képes éltetni a lelket. A lélek képes éltetni a fizikai testet. Jézus ezt ugye egyértelműen bebizonyította, azáltal, hogy gyógyított, halottakot támasztott fel, és saját magát is feltámasztotta, mert az ő lelke egészséges volt. És erre hív minket a mindenható Isten, hogy a mi lelkünk legyen teljesen egész, egészséges, és legyen benne Isten jelenlétében, az ő jelenlétében. Mert azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. A testünk nem használ semmit. Az csupán eszköz. A lélek az, ami megelevenít. És hogyha a lelkünk egészséges, akkor a testünk is egészséges lehet, addig, amíg szükség van arra. És hozzáfűzi Jézus azt, hogy az én beszédem lélek és élet. Tehát az egészséges léleknek mire van szüksége? Az ő beszédére. És az újjászületésre, hogy kapcsolódjon a mindenható Isten lelkével, és szokja meg a lélekben járást. Az, hogy szüntelen imádkozzatok, azt jelenti, hogy lélekben járjatok. Legyetek benne az atyám lelkében, az atyám jelenlétében. Mert hogyha ott vagytok az ő jelenlétében, akkor semmi baj nem érhet titeket, mert akkor a lélek irányít titeket, és nem a test. Mert tudjuk jól, hogy a testen keresztül a média, az emberek, a testi emberek főképp, ugye, valamint a külső hatások irányítják az embert. Tehát, hogyha valaki testi, őt teljes mértékben a külső hatások irányítják. Az embert, aki halálra van ítélve, a testi embert az ötérzéki valóságon keresztül irányítják a földi dolgok. De a földi dolgok azok mind elmúlnak, még az emberek is mind elmúlnak. Tehát aki a test, akit a test irányít, aki a testet követi, az irányítva van a test által. De a test az elrothad emberek. És így a lélek kárba veszik. Kárba vész a lélek. És akit a lélek irányít, ugye a Szent Lélek, ahogy mondta Jézus, az Istennek a gyermeke, az biztonságban van. És bármikor véget ér az ő földi élete, ő nyugodtan, békességgel távozik erről a földről, és bemegy az örök hazába. Ezért is van az, hogy egyes idős emberek, akik, hát egyesek, mindenképp egyesek, nem kettesek, nem a kételkedők, nem a kettesek, hanem az egyesek, akik egységben vannak az atyával, mert imában vannak, ők nem azt mondják, hogy ők meg fognak halni, hanem azt mondják, hogy hazamennek. Egyesek azt mondják, hogy hazamennek, mert ők egységben voltak az atyával, lélekben voltak, és főképp az életük vége felé egyre erőteljesebben érzik azt, hogy Isten velük van, közel van hozzuk a mindenható Istennek a lelke, és csak rá figyelnek. Egy barátomnak nagyapja, mielőtt megboldogult volna, őt kínálták mindennel, gyógyszerrel, orvossággal, rá akarták fogni a covidos, meg minden, azt mondta, hogy ő nem megy kórházba, ő nem beteg. Az menjen kórházba, aki beteg. És amikor kínálták étellel, azt mondja, hogy az egyik, aki éhes, tehát nem volt éhes. Miért nem volt ő éhes? Azért, mert Isten az ő lelkét táplálta, az ő lelkét készítette a hazamenetelre. A másik barátomnak a nagymamája pedig folyton arról beszélt az utolsó napokban, hogy ő nem sokára ő haza fog menni. Nem azt mondta, meg fog halni, hanem azt, hogy haza fog menni. De miért mondhatta azt, hogy haza fog menni? Azért, mert ő imában volt. Az ő lelke Isten jelenében volt, jelenlétében volt. Rajta volt Istennek a jelén. A jelenlét ránk nézve, Isten gyermekére nézve, azt is jelenti, hogy amennyiben mi elmulasztunk valamit, elhalasztunk, meghalasztunk valamit, amivel Isten minket megbízott, akkor mi azt ne akarjuk pótolni. Nem kell azt pótolni. Hogyha már valamit elhalasztottunk,
Hogyha már nem sikerült nekünk Isten jelenlétéből szólni, akkor ne foglalkozzunk azzal. Miért? Azért, mert hogyha én el akarom mondani, be akarom pótolni azt, amivel engemet Isten megbízott és nem végeztem el, akkor az történik, hogy nem Isten jelenéből szólok, nem az ő jelenlétéből szólok, hanem agyból. Az agytekervényemből, a kígyóból szólok, és nem az ő jelenlétéből. Amennyiben úgy kedves neki, hogy én elmondjam azt a valamit, amit én elhalasztottam, akkor ő eszembe tudja juttatni a megfelelő időben. Tehát lehet, hogy újból felhozza azt én bennem, és friss lesz az megint. De ne én akarjak frissíteni, mert ha én akarok frissíteni, akkor azt én már elméből mondom, nem lélekből. És ami nem lélekből van, hanem elméből, abban nincs erő. Azonban ami lélekből van, avagy Isten jelenlétéből van, abba erő van, abba hatalom van, abba gyógyulás van. Olyan emberek számára, akik betegek, és abban víz van a szomjazók számára, és abban kenyér van az éhezők számára, de csak akkor, hogyha Isten jelenéből, az ő jelenlétéből szólunk, és akkor, amikor ő adja, és nem korábban, és nem később. Hogyha ezt az ember kezdi gyakorolni, akkor hozzászokik Isten jelenlétéhez olyannyira, hogy már nem is akar Isten jelenlétén kívül létezni. Ezért pontosan tudni fogja minden időben és minden helyen, hogy mi az ő dolga. Ezért teljes védelem alatt van, mert azt, ahogy őt Isten irányítja, semmi és senki nem képes kiszámítani. Nincs olyan mesterséges intelligencia, és soha nem is lesz olyan mesterséges intelligencia, ami képes lenne kiszámítani Istennek a jelenlétét. Tehát a mesterséges intelligencia is egyébként a mindenható Istennek a bölcsességéből van kilopva, van kinyerve. De ő már az időben van, és aki a mesterséges intelligenciára figyel, nyilván ő az idő fogságában van. Tehát halálban van, a múltban, vagy pedig a jelenben. Mert lehet, hogy a mesterséges intelligencia lehallgatta, hogy én mit mondtam, Isten jelenlétéből. Viszont az már nem friss. Az nem aktuális, vagyis lehet aktuális, mint tanítás, de nincsen abban benne Istennek az ereje. Istennek az ereje az élő szóban van benne, mert az ige az testé lett, az ige az feltámadt, az ige él. És a mesterséges intelligencia képtelen az élő igéből lopni bármit is, elvenni bármit is. Maximum, hogyha így felveszem, megosztom az interneten, azt ő is ugye hallja, felfogja, de ő azzal nem sokat ér. Ő azt nem képes másolni, mert a mesterséges intelligenciának soha nem lesz élő kapcsolata a mindenható Istennel, soha. És akik a mesterséges intelligenciára figyelnek, ahelyett, hogy Istenre figyelnének, nekik sem lesz élő kapcsolatuk a mindenható Istennel. Ezért nagyon veszélyes a mesterséges intelligencia. Az, hogy a telefon folyton fel van hangosítva, és bármikor megzavarhatnak, bármikor kizökkenthetnek Isten jelenlétéből. Lehet, hogy éppen imában lennék, lehet, hogy éppen kapnék valami megértést a mindenható Istentől, megszól a telefon, azzal viszontlátásra elment minden. Tehát ilyen szempontból a mesterséges intelligencia nagyon veszélyes. Ezért is nem tartom a telefont felhangosítva, hanem lehalkítva, és akkor használom, amikor szüksége van arra valamiért, amikor feltöltök valamit. Tehát nem használom a telefont. Egyszerűen, hogy engemet ne zökkentsen ki semmi se Isten jelenlétéből, főképp amikor ő tanít engemet, vagy ad egy olyan kijelentést, amit később meg fogok osztani az interneten. Egy szó, mint száz, szokjunk hozzá ahhoz, hogy Isten megadja nekünk a felejtés áldását. Tehát nekem szabad mindent elfelejteni, szabad nekem mindent elfelejtenem, és ezáltal is engemet Isten tehermentesít. Nem foglalkozok a múlttal, a régiekkel, a régek elmúltak, imé újjá lett minden. A jövővel sem foglalkozok, mert elég minden napnak a maga baja, ezt mondja Jézus. Az én dolgom az, hogy lélekben járjak,
hogy én lélek által kapjam a friss eledelt, a friss táplálékot, a friss örömöt. Mert az csupán az élő öröm, amit én lélek által kapok, Isten jelenlétéből. De ehhez szükséges az újjászületés. Mert amíg az ember nincs újjászületve, addig ő test által kapja az örömöket, testi örömöket, mulandó örömöket, és ezáltal az ő élete is mulandóvá válik, az ő földi élete, testi élete főképp. Az újjászületés után pedig az ember lelkivé válik, és a lelke irányítja a testet, és nem a test a lelket. És ezáltal szabaddá válik, mert Isten mindig pontosan megmutatja, hol van az ő helye ebben a világban, mikor, hol és mikor, és mit kell csináljon. Pontosan tudja. Tehát nem kell a saját értelmére támaszkodjon, hanem ő Isten élő bölcsességére támaszkodik teljes mértékben. Teljes mértékben. És azáltal ő is élő. Azáltal ő is élő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.